díjesőt kapott a Provident. 3 díjat plusz 1 külön díjat. Szirmák Botond, a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója, és Mózes István, a Client First Consulting ügyvezető partnere a vendégünk. Hogy a nézők értsék, egy személyi kölcsönök piacán szereplő szereplőről van szó, egyébként 5-szörös szuperbrand díjas cégről, és arról a szervezetről, amely az újabb, ezt amelyben most újabb a díjat nyertek, nek a szervezője, úgyhogy hadd kérdeznem először erről, amellyel kapcsolatban a Providentet újfent díjazottként lehet üdvözölni. Szirmák Botond már annyiszor volt itt nálunk díjazottként, igen, hogy valamit jól csinálhat. Igen, sok mindent csinálhatnak. Jó reggelt kívánunk egyébként. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Lelkesen felvezetett mindig a vendégeket. Nem szoktam köszönni, köszönöm, mindig megteszem. Köszönjük a vendégeket, és egyben gratulálunk is. Hát valószínűleg, hogy ezért tényleg most nagyon sokan arra kíváncsiak, hogy mi alapján születik meg egy ilyen díj, egy ilyen elismerés, milyen szempontok alapján. Ezt a díjat most már 10. éve rendezzük meg. A magyarországi vállalatok vesznek részt benne, és a vevőkiszolgálásról, ügyfélkiszolgálásról szól. A rangsor az valós méréseken alapul, tesztvásárlásokkal mérjük fel az adott vállalatoknak az ügyfélkiszolgálási tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy ilyen áruhában bemennek tesztvásárolni? Ez majdnem azt jelenti, nem áruhában megyünk be, de mint a valós ügyfelek, úgy megyünk be és értékeljük, amit látunk. Illetve megkérdezzük az adott cégeknek az ügyfeleit is arról, hogy ők hogy érzik magukat az adott vállalatnál, milyen kiszolgálásban részesülnek, mennyire érzik magukat jól ebben a helyzetben. Mekkora ez a piac? Azt mondtam, hogy a Provident ugye a személyi kölcsönök piacán dolgozik, de mennyi a versenytárs? Hát én azt gondolom, hogy a versenytársak ebben a tekintetben nem csak pénzügyi cégek, tehát az fontos érteni, hogy ebben a versenyben részt vesznek telekommunikációs cégek például, meg a nagyvállalati kategóriában jó pár más olyan cég is, tehát nem kifejezetten fontos pénzügyi vagy banki szektorról kell beszélni. Tágabb a verseny. Így van. Ami viszont szerintem még érdekes lehet az önök életében, ahogy a Kriszta is említette, hogy önök ilyen díjhalmozók, ugye, legalábbis az elmúlt években, igen, de kétszer biztos, hogy szoktunk azért éves szinten mi találkozni Szirmánk emlékeimben, akkor mindig valami díjat kapnak, és tényleg érdekelne az, hogy presztízs szempontjából mondjuk egy ilyen típusú elismerés és ilyen típusú díj mennyit tesz hozzá, mondjuk akár az ön, a céges dolgozóknak így a mindennapjaihoz. Igen, hát ez nem személyes profilépítésről szól, hanem a vállalat imázsának az építéséről, és az fontos elmondanom, hogy 3 olyan stratégiai célkitűzése van a vállalatnak, hogy mire érdemes odafigyelni. És ebből az ügyfelek nyilván az egyes számot viselik, hiszen hogyha az ügyfeleket jól szolgáljuk ki, és profi kiszolgálást kapnak, akkor nyilvánvaló, hogy az ügyfelek azok boldogok lesznek, és szívesen választanak minket. A második az maga a brand, tehát az, hogy viselkedik a vállalatnak az elismertsége, a brandje, és nyilván az elsőnek nagy hatása van a másodikra. És amikor szuperbrandsről beszélünk például, akkor az nyilván összefüggésben van az egyessel. És a harmadik kategória az pedig, hogy a munkatársaink hogy érzik magukat, és ezért örülök annak is, amikor például az ország legjobb munkahelyeként, díjazottként tudok itt ülni. Tehát ez a 3 olyan dolog, amire tényleg odafigyelünk, és nem a díjakra hajtunk elsősorban, hanem inkább az út érdekes, hogy oda vezetjük a vállalatot, az emberek szeretnek nálunk dolgozni, és ezért jól szolgálják ki az ügyfeleket. De mit tud ön? Egyébként mit tud ön vezérigazgatóként, amit mondjuk nagyon sok cégvezető, nagyon sok vállalatvezető nem tud? Én nem gondolom, hogy olyan dolgot tudnék, amit mások nem tudnak. Én azt gondolom, hogy én ebben lehetőséget látok a vezető kollégáimmal együtt, hogy benevezünk ilyen versenyekre. Szerintem mások is bizonyára jó ügyfélkiszolgálást nyújtanak. Én híve vagyok annak, hogy méressük meg magunkat, és mutassuk meg a nagyvilágnak. Ez a jónak lenni és jónak látszani, valóban jónak is kell látszani, és hiszem, hogy a Provident jó ezekben a dolgokban, úgyhogy jó az, hogy ezt meg is tudjuk mutatni. Ami miatt én nagyon büszke vagyok rá, semmi érdekem nincs, hiszen semmilyen szinten nem állunk ilyen értelemben kapcsolatban, hogy ugye önök például rengeteg, tehát országos viszonylatban is kimagaslóan sok megváltozott munkaképességű dolgozik, ugye? Ez igen, ez így van, több mint 200 olyan kollega dolgozik, hogy megváltozott munkaképességű, igen. És ez egyébként szintén egy ilyen társadalmi hitvallásom is, nekem is, illetve a vállalatnak is, hogy megéri odafigyelni azokra is, akik egyébként nehezebben tudnának elhelyezkedni. Úgyhogy a társadalmi felelősségvállalás programunkon belül ez egy nagyon fontos pillér. Mennyire igényesek a magyar fogyasztók? Mennyire ők helyezik nyomás alá a vállalatokat abban, hogy magasabb színvonalon teljesítsenek, vagy mennyire egymás között van verseny kevés fogyasztóért, és emiatt kell a színvonalat növelni? Azt tapasztaljuk, hogy a magyar fogyasztók egyre kritikusabbak, és
a kritikus hangjuknak nagyon könnyen hangot is adnak, főleg itt a különböző olyan felületeken, ahol ők be tudnak írni. Ha találkoznak egy jó kiszolgálással, azt várják el máshol is, függetlenül attól, hogy az ugyanaz az iparág vagy nem. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a vásárlói vélemények az évek során az elégedettségük picit csökken, viszont a vállalati sztenderdek ugyanúgy be vannak tartva, ha nem jobban, mint eddig. Tehát kritikusak a magyar fogyasztók. Ugye azt mondják, hogy 1500 üzletet és ügyfélkiszolgálási pontot teszteltek, és 6500 ügyfél véleményét mérték fel. Milyen szempont, mire kíváncsi a ilyenkor, hogy mennyire kedves mondjuk egy telefonkezelőnek a hangja, hogy mennyire udvariasan tájékoztatja azt az ügyfelet, hogy egyébként szeretnénk önt tájékoztatni arról, hogy beszélgetésünket rögzítjük, vagy nem tudom, hát mondjanak vagy néhány mennyire példát. Hamar fogy el az az idő, amíg a minden kezelő foglalt, kérjük várjon. A személyes ügyfélkiszolgálás esetében nézzük a környezetet is, az üzlet környezetét, vagy ügyfélszolgálat környezetét, mennyire tiszta, rendezett. Nézzük azt, hogy mennyire udvariasak az ügyintézők, az eladók, mennyire tudnak választ adni a vevő kérésére, kérdésére, és ezt mennyire teszik hatékonyan, illetve meggyőzően. Telefonon ezek a szempontok vannak, amiket említettek, de azon kívül azt is nézzük, hogy milyen gyorsan lehet ügyintézővel beszélni, hiszen ez fontos, hogy ne percekig zenét hallgassunk, hanem tényleg minél hamarabb megoldják. És milyen szörnyű zenék vannak sok esetben. Igen. Ön milyen típusú vezérigazgató, Szirmák úr? Az, aki néha teszteli inkognitóban mondjuk a kollégái munkáját, tehát akár random módon betelefonál, kíváncsi arra, vagy hát nem tudom én, álszakát rak föl néha, és bemegy mondjuk az ügyfélszolgálatra valakivel beszélni. Kíváncsi ilyen értelemben? Kíváncsi vagyok ilyen értelemben, de van egy érdekes sztorim is, hogy amikor nem tudtam, hogy tudják a telefonszámot, és felhívtam a call centerünket, akkor úgy vette fel a kolléganő a telefont, hogy szervusz Botond, miben segíthetek. Úgyhogy ezt rájöttem, ez nem működik, úgyhogy azóta egy másik SIM-kártyáról szoktam tesztelni a kollégákat, de nagyon büszke vagyok egyébként, komolyra fordítva a szót arra, hogy több mint 3000 kolléga dolgozik azon, hogy jó ügyfélkiszolgálást nyújtsunk, és mint ahogy itt a mellékel díj is mutatja, és talán meg is mutatom akkor ma magát az okleveleket. Akkor hosszabban tartsa, ezért nem úgy van ám, csak úgy így hirtelen, de rá kell közelíteni még nekünk itt a kameráknak. Szóval, igen, köszönöm. Szóval, hogy tényleg 3000 munkatársam dolgozik azon, hogy ilyen díjakat kapjunk, meg leginkább, ahogy mondtam, nem is a díja a lényeg, hanem inkább az, hogy a munkatársaim a mindennapokban fontosnak tartsák azt, hogy az ügyfelek tényleg nagyon profi kiszolgálást kapnak. Ezzel együtt, hogy nem a díj az a lényeg. Mi a következő verseny? Hát ebben a három kategóriában továbbra is el fogunk indulni, úgyhogy számíthatunk arra, hogy akár brand kategóriában, vagy akár munkatársi kategóriában, vagy ügyfél kategóriában azért megméretjük magunkat, és reméljük, hogy sikerre. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és gratulálunk még egyszer akkor az elismeréshez. Köszönjük szépen.